Nem hiába működik vendégfogadásra és borászatra specializálódott egyesület Szederkényben. A Nyomja és Szederkényi Pincesor kiváló lehetőséget nyújt a vendéglátásra. A község látványosságainak megtekintése pedig színes programot jelenthet az ideérkezőknek. Jeles példa erre a nemrég Szederkényben megforduló Linzi küldöttség színes és sokoldalú falujárása, amely igényesen lett összeállítva. Így az 50 fős csoport többek között megtekintette a múltat idéző tájházat, annak melléképületeivel együtt, majd az iskolába köszöntötték őket természetesen német szóval. Kincses család fedezte fel, és egy régi pedagógus ismerettség révén kerültünk mi ezekkel kapcsolatba, ezekkel a linciekkel, és mondhatnám túl jó kapcsolatba, hiszen a gyerekeink kétszer is voltak Ausztriába, ahol nagyon jól érezték magukat. Az igazgató úr azóta nyugdíjba ment, és most egy nyugdíjas pedagógus társasággal, lehet így mondani, járnak a baranyai vidéken, és nagyon örültem annak, hogy Szederkényt mindenképpen szerették volna beiktatni és kicsit közelebbről megismerni. Ő már járt nálunk, szeretném megmutatni a kollégáinak is, hogy milyen szép ez a vidék, milyen sokan beszélik a német nyelvet, milyen jók a borok, ezek még várnak ránk, tehát minden szeretne egy napra bezsúfolni, ami kicsit nehéz lesz, és ma itt az iskolában a műsornak is nagyon örültek, és remélem, hogy a napjuk is még továbbra is jól alakul. Nagyon a megtiszteltetésnek érezzük iskolavalmain dolgozói, hogy ez az osztrák csoport, ami egy korábbi évtizedes hagyomány alapján már néhányan itt jártak, meglátogatott idén minket is. Sikerült bemutatnunk a német nemzetiségű kultúránkat, mi történik itt a Szederkényi Általános Iskolában, német nyelv tanítása során, illetve a magyarországi németek hagyományai, a svábok hagyományainak bemutatása. Történt most egy kis műsor keretében, kiállítást szerveztünk, nagyon nagy szeretettel nézték a vendégeink ezeket. Van nekünk Steiermarkban is egy kapcsolatunk, az még közelebb van, az csak 330 kilométerre van, sajnos ott is nyugdíjban jött a polgármester úr, de az utódját majd felkeressük is ezáltal iskola kapcsolat, hiszen Ulmbachal is van egy kapcsolatunk, de az meg 1100 kilométerre van, tehát ott is nyaraltak már az iskolás gyerekek, de hogyha valakivel valami baj van, 1100 kilométer az nagyon messze van, tehát jobbak ezek a közelebbi kapcsolatok, és nem csak azért, mert időnként gyönyörű szép iskolapadokat küldenek, vagy a gyerekeknek füzeteket, vagy munkafüzeteket, hanem egy picit, hogyha itt jól tanulnak németül, akkor ez egy gyönyörű dolog, hogy elmennek oda, és ott tényleg valóban látják, hogy csak németül is, és én képes vagyok ezzel a nyelvvel megélni, amit innen viszek oda, és ezáltal egy baráti kapcsolat is fűződhet, és ennek lesz jövője, hogyha utána majd nagyobbak lesznek, megmaradnak ezek a kapcsolatok, levelezés, kirándulás, oda-vissza alapon. Én remélem, hogy ennek lesz jövője, ezen dolgozunk. Most megismerkedtem a volt igazgatóval, nagyon készséges és valószínű, hogy le fogunk a délután órákban ülni, és beszélhetünk következő kapcsolatokról, illetve a régi felélesztéseiről. Én nagyon bízom, mert ez egy határozott elképzelésem, pályázatomban is megemlítettem, hogy külföldi kapcsolat keresése a diákok számára. Határozott szándékunk minél korábban egy olyan testvérkapcsolatot kialakítani iskola, vagy akár településen keresztül is, ami a gyerekeink nyelvi tudását gyarapítaná. Thank you.
már nagyon vártuk a linci küldöttséget, hiszen kis műsorral készültünk nekik. Úgy jött a felkérés, hogy német és magyar táncot is mutassunk be nekik, hiszen mégis Magyarországon vagyunk. Úgyhogy ebből jött az ötlet, hogy a kis műsorunkat úgy zárjuk, hogy a csárdás, illetve a magyar számba egy kicsit őket is bevonjuk. És hát ez úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker volt, hiszen beálltak, szinte mindenki beállt, és nagyon mosolygós arcokat láttak, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon tetszett nekik. Plus ein paar Wörter würde ich sagen, wahrscheinlich habt ihr das auch gehört oder gewusst oder gelernt, als die schwäbischen Leute nach dem Krieg, ein Teil sind schon im Krieg weggelaufen von der Angst von den Russen und die anderen sind ausgesiedelt im 1947 und 48, ein Teil im 74. Im Numio, auf die andere Seite, wo die Emmerscher wohnt und wir auch, wo die Jungen wohnen jetzt, das war vor dem Krieg eine ganze deutsche Gemeinde. Nicht mal eine ungarische Familie haben wir gehabt. Von dort haben sie 28 Familien ausgesiedelt. 28 Familien, nicht Personen. Familien. Mit so einem kleinen Bündel, 30 Kilo, haben sie mitnehmen dürfen. Und von Sederke, wo wir jetzt stehen, da haben sie 32. Familien, rausgeschmissen von Haus. A gyerekek már 6 éves kortól beszélik a németet, a helyesbítenem kellett, mert az óvodába is már oktatjuk a németet, több-kevesebb sikerrel, hiszen nagyon sok családban már a nagymamák nem nagyon beszélnek, vagy a szülők egyáltalán nem, és ezt újra kell építeni. És az identitásunkat elsősorban a pedagógusok tudják továbbadni, aztán a szülők is hozzátehetnek ehhez. Ők is meglepődtek, a táncok hasonlóak, mint náluk, a zene szintén hasonló, hát hiszen német gyökerek, mondhatnám, és örömmel vettem azt, hogy nagy tapssal fogadták itt a gyerekeinket. Remélem, hogy egyszer most nem kell már sokat várnunk, hiszen látszik a fejlődés, hogy újra van énekoktatás, zeneoktatás, úgyhogy a Bói szakiskolának köszönhetően reméljük, hogy ez hamarosan már a település látszik, és tényleg egy fúvós zenekar mögött vagy előtt gyalogolhatunk. A tájházunkon keresztül is meg tudjuk mutatni, hogy az 1720-as években átjövő vagy idejövő németek, a mi gyökereink, és közben milyen szerszámokkal, hogy dolgoztak, hiszen mezőgazdasággal foglalkoztak, milyen épületben laktak, ezt is meg tudjuk mutatni. Hát ők is elcsodálkoztak, hogy ez még ilyen állapotban van a tájházunk. Az egész településen meglepődtek, hogy ezzel a széles utcán végigmentünk, hogy itt azért látszik még, hogy valamikor régen gazdálkodtak, hiszen hatalmas széles porták, nagyobb ház, kisebb ház, hátul még az istáló pajta, hogy a mezőgazdaság és az állattenyésztés volt a jellemző. Természetesen mindenképpen szeretnénk megmutatni, hiszen nem kell szégyenkezni, a faluban van 230 pince, most mindenki, minden pincében nem jutunk el, de legalább az enyémet én szívesen megmutatnám, és egy-két pohár bort is iszunk, és beszélünk a fehérborútról, erről a vidékről, hogy mennyi szőlő és milyen fajta boraink vannak, és természetesen a gasztromiánkat is bemutatjuk egy jó ebéddel, és utána megy tovább a program sátorhelyre, ott megnézik még úgy, ahogy mondják, a Schlachtfeldet, tehát ezt sem látták, még csak történelembe tanulták. Tehát a csatateret mindenképpen szeretnék megnézni, hiszen ők is történelembe tanultak Magyarországról, tudják, hol vagyunk. Nagyon örülök neki, hogy egy osztrák csapat, illetve egy ilyen delegáció érkezik a faluba, mint ahogy nagyon örülünk mindenféle anyaországból származó látogatásnak, hát meg legfőképpen támogatásnak, mert ugye azt köztudott, hogy ők nem csak ide látogatnak, hanem évek óta támogatják az iskolát, illetve a községet. Természetesen üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és szívesen látjuk őket vendégül. Hey,
A linciek nagyon jól érezték magukat Szederkényben, a vendéglátás és vendégfogadás profi színvonalon működött, csak úgy, mint máskor is. Látszik, hogy összefogással és kínálat összehangolásával minőségi csomaggal lehet várni a betérő vendégeket.